A pályaválasztó fesztivál ünnepi köszöntője után a nyolcadikosok lelkesen felkeresték a standokat, ahol különböző szakmákkal ismerkedhettek a Mi a Pálya rendezvényen. A technikumon gondolkozok, és azért jöttem, hogy megnézzem a szakmákat, hogy miért lehet elvégezni. És igazából később jogra szeretnék menni, vagy tovább szeretném folytatni a matekot. Szerintem nagyon hasznos, mert sok érdekes dolgot ki tudunk próbálni, ami érdekel, vagy igazából tudunk új érdeklődési kört is találni. Király Dávid a Szekszárdi Ady Endre Technikumban 5. évfolyamos tanuló érettségi utáni képzésben gépészágazaton tanul. Itt most 3D nyomtatásos technológiát mutat be társaival együtt az érdeklődő nyolcadikosoknak. Elmagyarázzuk a 3D technológiának a működését, illetve az alkalmazási területeit, hiszen ez napjainkra már egy egyre növekvő ágazat, ami elég nagy szerepet kap az építőiparban, a gépiparban, fegyvergyártásban, rengeteg helyen. Fontos az utánpótlás nevelés a gépészeti ágazatban, hiszen rengeteg szakember hiányzik hazánkból. A legutóbb Pécsen megrendezett Mi a Pálya elnevezésű pályaválasztási fesztiválon részt vett a Tónavár megyei szakképzési centrum is. Az informatika, a műszaki technika, a rendészet területén igyekeznek megmutatni az érdekes, vonzó területeket a pályaválasztó gyerekeknek. A szoftverfejlesztő és tesztelő technikusainknak a kiállítási tárgyai azért érdekesek, mert teljes mértékben saját találmányok, tehát ezeket a gyerekek csinálták projektmunkában, és ők készítették, ők programozták, és itt ki lehet őket próbálni, és meg lehet nézni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez felkelti az érdeklődését az itteni diákoknak is. A Tolnavár megyei szakképzési centrum iskolái fontosnak tartják, hogy jelen legyenek minden olyan rendezvényen, ahol népszerűsíteni lehet a képzéseiket. Éppen ezért ez a találkozás nagy kihívás mindazok számára, akik a műszaki szakmák iránt vonzódnak. Úgy látjuk, hogy azok az általános iskolások, akik itt megjelennek, nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy mit szeretnének, de arra mindenképpen jó, hogy egy kicsi betekintést nyerjenek a különböző szakmákba, körbenézzenek és valamiféle motivációt kapjanak erre. Hál' Isten a mi iskolánkra azt kell, hogy mondjam, hogy nincsenek beiskolázási gondjaink, de minden lehetőséget igyekszünk kihasználni mi is, ami a pályaválasztás segíti. 8. éve rendezi meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Mi a Pálya Műszaki Fesztivált. A szervezet feladatának tekinti a műszaki szakember utánpótlás támogatását, mondta az egyesület elnöke Gerencsér Lajos. A célunk az, hogy azok a gyerekek, akik legyenek általános iskola vége, vagy középiskola vége fele, akik nem döntötték el 100%-ban, hogy milyen pályát válasszanak, kapjanak élmény alapon olyan információt, hogy jó döntést tudjanak hozni. Tehát szüksége van a cégeknek, szüksége van Magyarországnak, a kiművelt műszaki szakemberekre. A Mi a Pálya Műszaki Pályaválasztó Fesztivál című rendezvénysorozat évente több mint 10 000 fiatalnak segít a pályaorientációban. Az eseménysorozat szeptember 27-én Pécset kezdődött, november közepéig pedig heti váltásokban Szegedre, Győrbe, Miskolcra, Debrecenbe és Budapestre látogat el a pályaválasztó roadshow.